A tavalyi volt az első keresztény fesztivál 60-ban, ahol a különböző felekezetek összejöttek a főtéren és együtt töltötték a hétvégét. A rendezvényt akkor is és most is pünköstkor tartották, hiszen ez az ünnep a Szentlélek eljövetele, egyben az egyház születésének ünnepe is. A városban hagyomány, hogy januárban ökumenikus istentiszteletet tartanak, de emellett reformátusok, baptisták, katolikusok és evangélikusok igyekeznek egész évben együtt, közösen dolgozni. Ez a gondolat hozta létre ezt a fesztivált is. Adtunk egy nevet a keresztény fesztiválnak, hogy Nézz fel! Ez azt jelenti, hogy a mindennapi életben igyekszünk racionálisan a lábunk elé nézni és követni egy utat. Néha elbukunk ebben. Ez a fesztivál arra mutat, hogy van egy olyan perspektívája is az életünknek, Isten személyei szeretete, hogy lélegezzünk fel hozzá, merítsünk belőle. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek eljött és az egyház születésnapját ünnepeljük. Ezen belül a Mi Atyánk jelenti ennek a délutánnak a vezér elvét. Sátorról sátorra végig mehetünk, és végig gondolhatjuk Jézus Krisztusnak az imádságát, egészen a megszólítástól, a kenyéren, a kísértésen át, a megbocsátás és Isten dicsőítéséig. A rendezvényt Horváth Riád polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy hit és szeretet nélkül nem élhetünk boldog életet. Magyarország, a magyar nemzet egy keresztény nemzet, Szent István óta. A kereszténységünk összetart minket, összeköt minket, segített a múltat túlélni, segít a jelenben, és kijelöli nekünk a jövőt. A fesztivál idejére különböző zenés programokkal, imasátorral és könyvbemutatókkal is készültek a szervezők.